Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy heti jóslás július 9-éig. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt felül látható a hold szimbóluma. Ez jelenteti az anyukádat, az anyai érzelmeket, vagy a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. A hold uralkodik hétfő felett. Most megnézzük, mit mutat a kártya, mi történik a hétfői napon. Itt látható ez a fa. Kell a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni. A fa jelenthet egészségügyi témákat is. Ha például az anyukád beteg, hiszen a hold jelenti az anyukád is, akkor itt megvan a gyógyító erő. A hold jelentheti a te érzelmeidet is, és lehet, hogy ezen a területen dolgozol. Vagy te úgy érzed, hogy fontos az, hogy elérd a céljaidat, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a hivatás, a család, a lakhely, de lehet a párkapcsolat is. Itt látható Mars bolygó szimbóluma. Ez jelenti a te életerődet, jelenti a férfiakat, ez lehet a te lelki társad is. Mars bolygó uralkodik a keddi nap felett. Mi várható kedden? A gólyák jelentik a változásokat. Ez a férfi változtat valamit a környezetén, vagy változtat valamit a hozzáállásán. Az is lehet, hogy nálad változik valami, és tudod, hogy hova kell befektetni az erődet. Itt látható Merkur bolygó szimbóluma, az jelenti a cselekvéseket, a tudást, a tanulást, a kapcsolatokat, szerződéseket, vagy beszélgetéseket. Merkur bolygó uralkodik a szerdai nap felett. Mi történik szerdán? Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. Hasonlóan a fához, ahol le tudsz gyökerezni. Itt lesznek változások, jelentik a gólyák. Amit ez a horgony még jelenthet, a munkahely, a hivatás. És itt Merkur bolygó segít a cselekvésekben, hogy legyenek kapcsolatok, vagy egy ajánlat, vagy szerződések. Jupiter bolygó szimbóluma itt alul látható. Jupiter bolygó szerencsét hoz, a szerencse bolygója. Utal az igazságra, gyakran mutatja az igazságtalanságokat is. Jupiter bolygó uralkodik a csütörtöki nap felett. Mi történik? Csütörtökön itt ez a virág jelenti a tisztaságot. Vannak tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, vagy szeretnél valakivel tisztázni valamit, és csütörtök az egy megfelelő nap ehhez. Vénusz bolygó jelent bennünk hölgyeket, vagy utal a szerelmi témákra, esetleg egy kreatív tevékenységre. Vénusz bolygó uralkodik péntek felett, és megnézzük azt, hogy mi történik a pénteki napon. Itt szerelemről van szó, az nagyon jól passzol a Vénusz bolygó energiájához, hiszen Vénusz bolygó szintén a szerelemre utal, ez lehet egy szerelmi vallomás pénteken. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és uralkodik szombat felett. Mi történik szombaton? Itt
A halaknál az anyagiakról van szó. Tehát oda kell figyelni az anyagi dolgokra. Ez lehet bevétel, hiszen Szaturnusz bolygó hatása alatt stabilizálódhat valami. A szerelmi élet területén a halak jelentik a belső értékeket, hogy ő közeledik hozzád, mert értékes vagy számára. Itt középen látható a nap szimbóluma, az jelentheti az apukádat, de jelenti a te énedet is. A te fellépésedet, azon kívül a nap uralkodik a vasárnap felett. Itt a koporsó utalhat egy örökösödési témára is, vagy egy idősebb személyre. Az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból, és ez a régi kapcsolat újra ott van az előtérben, és a nap uralkodik vasárnap felett, tehát láthatóvá lesz itt valami vagy valaki, lesz egy véletlen találkozás egy régi ismerőssel. Amit ez a koporsó még jelenthet, valamit lezárni, és a nap megvilágítja ezeket a témákat, mit kellene lezárni, vagy mit kellene megőrizni. Ez jelenti akkor a változásokat. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!